Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Már 20 éve szervez rendszeresen olvasópályázatokat a Nyirádi Erzsébet királyné általános iskola a névadójának emlékére. A 20. jeles évfordulón ismét a királyné volt a fókuszban. Előzetesen digitális feladatokon keresztül kellett számot adni egy-egy olvasás élményről, a felsősök pedig a művelődési házban szervezett döntőn mérték összetudásukat. A verseny rangját jelzi a sok-sok résztvevő csapat, valamint az is, hogy a Gödöllői Kastély is támogatta a versenyt. Manapság már hódítanak az online versenyek, így szervezte a nyirádi iskola is a hagyományos olvasó pályázatának egy részét alsósoknak és felsősöknek. Akik azonban most itt vannak személyesen a döntőben, mondhatjuk, hogy azok a csapatok, azok a diákok, akik a legtöbbet tudják az idei témáról, azaz Erzsébet királynéről. Lelkesen vettek részt a megmérettetésen, a kreatív feladat megoldásokban is jeleskedtek. Ez alatt a 20 év alatt összeszámoltam, több mint 5000 gyereket szólítottunk meg, és több mint 50 olvasmány élményt dolgoztattunk fel velük. Azt is kell tudni, hogy ilyenkor nem csak a gyerekek, hanem mögöttük álló tanító, tanár és a szülő is, tehát legalább azt gondolom, hogy 15 ezer családra hatással voltunk az elmúlt 20 évben az olvasóvá nevelésben. Ebben az évben a 20. évforduló miatt újra a királynét választottuk témának. Első fordulóban digitális feladatokon keresztül kellett számot adni egy-egy olvasmány élményről. A felsősök, akik itt most helyben egy döntőn még megmérettettek, ő a kiránduló helyeit és a kedvenc tartózkodási helyét Gödöllőt dolgozták fel, különféle 100 évvel ezelőtti irodalmak alapján. Záporoztak a kérdések, piros és zöld kártyák lendültek a magasba az igen vagy nem válaszok esetén. Sikere volt egy mai korhoz igazított feladatnak, vajon hogyan váltana telefonos üzenetet Erzsébet és Ferenc, ha ma élnének? Szia, drága Sisi! Hali Ferenc, mi újság, merre jársz? Késésben vagyok, vonatbalesetbe ütköztem. Remélem minden okés. Shadow kutya rendben van? Mária Valéria már nagyon várja érkezésed. Mindenki épségben van. Remélem, nem kezditek el nélkülöm a vacsorát. Üdvözlöm Máriát! A gyerekek összeszokott csapatként működtek. Megcsináltuk együtt az előzetes feladatokat, benn maradtunk néha az iskolában, meg ugye nekem elküldte Maria néni a fogalmazást, és úgy megírtam a Szép Juhásznéval kapcsolatban. És mennyire fontos nektek, hogy jól szerepeljetek ezen a versenyen? Úgy vagyunk vele szerintem így mindannyian, hogy fontos, hogy jól sikerüljön, de természetesen azt is megértjük, hogyha mondjuk nem lett olyan jó, de szerintem az a fontos, hogy csapatmunka volt, és együtt dolgoztunk, és jól éreztük magunkat. Mielőtt jelentkeztem erre a pályázatra, vagy hát jelentkeztünk, nem sokat tudtunk erről a pályázatról, én legalábbis nem olyan sokat, de nagyon sok érdekes dolog szerepelt ebben a videókban is, meg a történetben is. A várpalotai iskola tanulói is lelkesen készültek, szakköri munkák során szerezték meg a verseny feladatokhoz szükséges tudást. Kinyomtattuk az adatokat, kerestünk, a videókból tanultunk, otthon tanulmányoztuk, pluszba még készítettünk hozzá életrajzot, képeket kerestünk a neten. Az iskolátoknak mennyire fontos? Te hogy érzed, hogy ilyen jellegű versenyeken induljatok? Hát elég fontos szerintem, már régóta hagyomány, hogy részt veszünk ebben. Felsősként most vettünk részt ebbe először, hát nem tudom, én nagyon nem voltam eddig ebbe benne, de most igen. Na. Számodra mit jelent ez a korszak? Mit jelent Erzsébet királynő? Azért is indultunk, mert érdekelt maga
az életrajza, szerintünk modernnek tartjuk. Milyen hagyománya van, hogy az iskola részt vesz a versenyen, és miért tartják ezt fontosnak? Iskolánk a kezdetek óta részt vesz ezen az olvasópályázaton. Az alsósoknál ez kiemelt volt minden évben, hiszen a gyerekek nagyon szeretnek olvasni, a fogalmazás részét kifejezetten élvezték, és természetesen melyik gyerek nem szeret rajzolni. A zsűri igencsak nehéz helyzetben volt, de aztán megszületett a végeredmény, és a verseny győztesének a Balaton-Csicsói csapatot hirdették ki. Az első helyezés ebben a kategóriában a Nigetvölgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola csapata, a Csicsóka csapat lett. Ágoston Darma, Lízési Rót és Gondos Réka. Kezdetektől fogva mi itt vagyunk az iskolával, ezen az olvasóversenyen. Ez az első, amikor így csapatban dolgozunk. Nekem pont ezért tetszett, mert egy közösségépítő ereje volt, és itt a gyerekekkel nagyon jó kapcsolatunk alakult ki. Az igazság, hogy amúgy is büszke vagyok rájuk, mert nagyon sok irodalmi pályázaton velük szoktam versenyezni, úgyhogy például itt a mellettem álló lány tavaly az országos irodák pályázott a második helyezett lett, ő harmadik helyezett lett, Dalma még most indul először, úgyhogy mi szerintem nagyon jól éreztük magunkat ezzel a... És tényleg sok mindent megtudtunk Erzsébetről, úgyhogy aztán csak gazdagodtunk. Én megmondom őszintén, az elején én óckodtam kicsit tőle, de ők voltak, akik rábeszéltek engem, hogy de induljunk csak, mert nagyon jó lesz, és bejött. Azonban senki nem ment haza ezen a délutánon üres kézzel. A mai versenyzők mellett jelen voltak az eredményhirdetésen mindazok, akik az online és alkotói feladatokban részt vettek, és megérdemelten vehették át a díjakat. Támogatóink között elsőként a Gödöllői Kastélyt említeném meg, akik úgy gondolták, hogy ez a téma érdemes arra, hogy ezt felkarolják, és az első legértékesebb nyereményeket ők ajánlották fel, amik között kastélybelépők is szerepelnek. Ezen kívül ugyanazt az összefogást tapasztaltam, mint itt Nyirádon mindig, hogy különböző szervezetek felajánlották a segítségüket. Így az iskolai alapítvány és az önkormányzat mellett ebben az évben a helyi Vöröskereszt szervezetétől és a Nagycsaládosok Nyirádi szervezetétől kaptunk felajánlásokat, úgy a nyeremények, mint a megvendégelés szendvicseit is. Ezúttal is nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatását.